life is a party. My home is the club. I party like a rockstar. Dance until I drop. Nemrég kirándulgottunk egy másik videós kollégámmal Kresszérrel Buzzó megyébe, amikor megpillantottam egy település névtáblát. Gyorsan lőttünk esvele egy fényképet, hát elég poénosra sikerült. Érted, poénosra? Tudom, hogy szar poén volt. Na jó, befejeztem. A lényeg az, hogy visszafelé, hazafelé jövet kaptam még két olyan román település nevet, amik szomszéd faluk voltak. Az egyik neve az volt, hogy Tega, a másik, hogy Punga. És ebben pedig, aki nem értené, annak elmondom, hogy az volt a vicces számomra, hogy nálunk például a Tega cég szállítsa a szemetet, és a Punga az magyarul szatyort jelent. És lehet, hogy sokatoknak nem, de ez nekem különösen vicces volt, mivel tényleg, hogy rengeteg olyan erdélyi településnek van román fordítása, tükörfordítása, ami borzasztó rémesen hangzik. Semmi köze az eredeti település nevéhez, ugye, ami magyarul van, és van egy csomó olyan fordítás, ami megér mi atyánkot. És már rég tervezgettem, hogy ezt kéne szedjek, vagy egy ilyen, és csináljak róla egy videót. Na hát most épp ezt a videót nézitek, reménykedem, hogy élvezni fogjátok tüves. Kezdem. Gyergyószárhegyjel kezdem, ami románul Lezárea. Keresheted benne az összefüggést, hogy ez hogy lett Gyergyószárhegyből Lezárea. Valószínű nem kapnád meg a logikát, a többi is mindjárt logikátlan lesz, de ennek valahol az az értelme, elmondom, hogy ugye Gyergyószárhegyen voltak a Lázár grófok, és akkor hát mentek a románok, hogy na le kéne fordítani is, hát Gyergyószárhegy, fú, ki se tudjuk mondani, Gyergyószárhegy, hát nem jó, nem jó. Hát voltak itt valami Lázár grófok, akkor legyen Lázária, vagy Lezária, és kész, megvan oldva. És akkor valószínű így született meg a román fordítás a Gyergyószárhegynek, ami még magában azért is vicces, már szokták mondani, hogyha nem tudod, hogy az ékezet mennyire fontos, akkor jusson eszedbe a Gyergyószárhegy, mert ugye ott is az ékezet tartsa a becsületit a településnek a nevébe. Minden településre nem fogok részletesen ilyen történelmi dolgokat mondani, vagy hogy miről kapta a nevét, stb., de az egy-egyről még fogok beszélni. Plusz infókot. Folytatnám Sepsi Besenyővel, ami hát itt tőlem 5 kilométerre van, a Besenyei tó, ugye, az újabban a brassai románoknak a közkedvelt fürdőzőhelye, meg még sok más itteni emberkének is. Én belé nem mennék a tóba, biztos. Na hát, Sepsi Besenyő román fordítása a pödüreny, ami erdőt vagy erdős részt jelent. Ezt így megoldották, egyszerűen körbenézték, Sepsi Besenyő úvet, ezt nem lehet lefordítani, mi van itt felfelé, mind erdő, jó, akkor legyen pödüreny, kész, megoldották. Hihetetlen. Nem néztem utána, de szerintem Besenyő az valószínű, hogy a Besenyőkről kapta a nevét. Nem néztem utána, ez az őszinte dolog, úgyhogy haladnék és tovább. Következő, Barátos, az egyik kedvencem, azért mert ez volt az első, az egyik azoknak a településeknek, amikor így kezdtem felfedezni, hogy mennyire viccesen van a lefordítva, és kezdtem elgondolkozni, hogy kéne egy ilyen videó. Barátos, ami hát románul, ha jól tudom, akkor ilyen prieten nosz, vagy prieten, vagy ilyen kéne legyen valami a lefordítása, hogyha a logikát kövessük, de hát ugye ezek tükörfordítások voltak. Körülnéztek a barátosi táblára, és akkor azt mondták, hogy Prates. És így lett Barátosnak a román fordítása Bratis. Ne keresétek az értelmét, mert nincs. És akkor Barátos után, mikor kezdtem gondolkozni, hogy kéne egy ilyen videót, kezdtem itt egy-kettőre venni a környéket, hogy még hol vannak ilyenek, és egyből Angyalos, a saját falunk jutott eszembe, Los Angyalos, mert hát hihetetlen, hogy tényleg az is így szóról van lefordítva tükörrel, hogy Angelus. Sokat filóztam, hogy mi lenne az igazi neve, vagy a helyes, úgy mondjam, hogy a helyes, értelmes, értelemszerű neve az én településemnek, hát arra jutottam, hogy az Ungeros, vagy valami hasonló lenne, ugye az jelenti, hogy angyalos talán. És most egy kicsit háromszéket hagyom, és kicsit messzebb vizekre elvezünk, azaz messzebbi tájakot nézünk meg, mert hát a következő, amit kiválasztottam, az Gyulakuta. Hagyomány szerint Gyulakuta első lakosai a Gyula vezér ásatott, vagy kiásatott kut mellé telepedtek le, vagy az körül, és innen ered a falu neve, hogy na hát akkor ezt a kutat, ha Gyula vezér ásatt, akkor ez a Gyulakuta, és akkor így lesz a falu neve Gyulakuta. Azt hiszem, hogy még ma is megvan ez a kut. És azt szokták mondani, hogy érdekes, hogy még nagy-nagy szárazságok idején se szárad ki a kut. Mindig van víz benne. Lehet egyszer el kéne nézzek oda mágnes horgászni. De maradjunk a neveknél. Ha jól tudom kiállítani, akkor így hangzik románul, hogy Föntünele.
fűntünő az ugye az kutat jelent, csak akkor Gyula kutából lett fűntünő. Végül is annyira nem rossz, de hát a Gyula szót azt hiányolom mindenféleképpen. Hogy mennyire rossz ez a név egy ilyen 10-es skálán egy ilyen 6-os osztályzatot kap nálam. Nem úgy, mint Székelyhíd román megfelelője, ami hát Szökujén lett, ami egy ilyen 10-es skálán már egy ilyen jó magabiztos 9-est adókra, annyira rossz. Mert még németül is úgy hangzik, hogy a németem van nem jó, úgyhogy a kiállítás ne is nézzétek, de helyesen leírva a németül így hangzik, hogy Zikelhíd vagy Cikelhíd, törökül pedig Sikelhíd. Szóval mind a kettő jobban hasonlít a Székelyhíd kifejezéshez, mint a Szökujén. Ez amúgy Székelyhíd ugye határmenti város, újabban város lett a 2000-es években, ha jól tudom, és Bihar megyében található. Már most románul nem tudom hirtelen, hogy van a híd megfelelője. Tehát a románul akkor nem lehetett úgy lefordítani, hogy a híd szó és a székely szót. Így valahogy összekeverni, és akkor lett volna belőle Székelyhíd a falu neve, nem, ez Szökujén lett. Most pedig vissza hezzánk, Kovászna megyébe, azon belül Kézdivásárhelyre. Aki nem tudná, a Kézdi szócska az arra emlékeztet, hogy az itteni székelyek valamikor 100 Kézd vidékéről voltak betelepítve. És ezért maradt fent az, hogy Kézd is illett, aztán Kézdi Vásárhely, mert ugye gondolom, hogy rengeteg vásárt rendeztek minden. Akkor jöttek a románok, és felnéztek, és ő, hát nézzek el, hogy székelyi vásárokat csinál, minden le kéne fordítani, vakarták a fejket, hogy mire is lehetne lefordítani, hát a székely vásárt csinálna, jó, akkor legyen Türgusekujesz, ami magyarul valami olyasmit jelent, hogy székely vásár. Tehát Kézdi Vásárhely, román neve lefordítva magyarra jelent, hogy székely vásár. Igen, a képeken ott ugye ki van húzgálva a magyar megfelelő, mert hát az agymosott, süket szomszédaink azok nem bírnak magikkal, és így mutassák ki, hogy ők tudnak festegetni, mert óvodában megtanították őket ennyire, és azóta is azon szintén van. Következzék Orosz hegy, aminek a román fordítása csak Deál. Te is így maradtál, mint én? Én is keresem az értelmit, hogy hol van egy, mit tudom én, Munci Russzi, vagy faj, nem is akarok hülyeséget mondani, de Orosz hegy, tehát mind a két szó románul megvan, russzios, ott van a hegy szó románoknál Munci, vagy Munte, valahogy nem lehet-e volna összemosni a kettőt? Nem, lett belőle Deál. Tényleg hihetetlen. Nem es, hogy vicces, hát ez pont az a kategória, melyikkel már felestok mérgelődni, hogy miért ilyen süket nevet adtam neki. Most pedig Vasláb következik. Amán a videó elején Gyergyó Szárhegyel kapcsolatosan említett Lázár grófok alapították Vaslábot. 20 görög-katolikus vallású moldvai román családot telepítettek oda be, akik a Lázár családnak az úrbéresei voltak. A közel 1200 lakosból több mint a 70%-a román. Normálison, hát idézőesen normálison, valahogy lefordítva Vasláb az románul így hangzana, hogy Picsor de Fier Google fordítóval. De még szerintem ennél a Picsor de Fiernél ez sokkal jobb ez a tükörfordítás, ez a Voslöben, Vasláb, Voslöben. Még ilyen hangzászos, és tényleg ez a képzeld el menni és írná Vaslab románul Picsor de Fier. Na akkor kapnál a röhögő görcs. Így pedig csak kikacagod, hogy milyen hülyén van lefordítva. Tovább is mennénk. Következő állomás helyem az Maré falva. Volt egy vár, a Maré vára, amit a nevét azt hiszem egy Maré nevű vitézről kapta, és akkor innen jött a falunak a neve, de ha tévedek, nézzétek el, mert ennek sem néztem alaposan utána. De ami vicces, ami érdekes, hogy a román neve az Satu Mare, vagyis nagy falut jelent. De még érdekesebb, hogy ha beírod a Google fordítóba azt, hogy Satu Mare, akkor azt adja ki a magyar megfelelőnek, hogy Szatmár. Már ugye Szatmár németit és románul Szátumárenak hívják. Mekkora ökörség, he, hol ebbe a logika? Emlékszem, hogy ugyebár legelsőnek angyalust neveztem el Los Angelosnak, megbecéztem, és utána olasztáláknak kitaláltam, hogy Küs Itália, vagy helyesebben Kis Itália, kinek hogy tetszik. De akkor ilyen formán, a román nevi véve Maréfalvának, akkor Maréfalva is lehet Kis Szatmár. Vagy Küsszatmár. Amúgy csak úgy megjegyezném zárójában, hogy Maréfalván végigmenni bámulatos, szinte 100 székelykapu áll még a lábán, és tényleg ahogy mész, csak látod a székelykapukot, hát hihetetlenül szép. És nos, ha már említettem olasz teleket, akkor ne is menjünk nálánál messzébb vagy közelebb, maradjunk olasz teleknél. Olasz telek neve amúgy románul Töli Soára. Igen. Ha azt hitted, hogy valami itáliás szó lesz, hát nem. Töli Soára. Még fáj kimondani is.
Amúgy olasz telek a nevét a Caro Robert által bevándorolt olasz lakosairól kapta, olasz telepesekről, inkább így mondom. De mondjuk ezt szinte gondoltam én is, hogy biztos, hogy az olaszokhoz kell legyen valami köze a falunak, hát másképp nem neveznék el az olaszokról. De az, hogy jöttek a románok, semmi, tényleg semmi olasz nem írnak a nevében, egy pizza, vagy egy spagetti, vagy Itália, vagy tudom és én mit ember, pömüntul italieni, vagy mit tudom én, ami annyit jelent, hogy olasz főd. De nem, ezek elnevezték Tölisvárának, hogy honnan szedték ezt össze, vagy hogy jött ez tükörfordításba, ki, én nem tudom. Vagy hogy ez mit akart akarni, arról sincs fogalma. Utazzunk Kolozs megyébe, azon belül is egy községbe, minek a neve Szék. Régen még Székaknának is nevezték. Most azokat a nézőket kérdezem, akik esetleg egy kicsit konyítnak a román nyelvhez, hogy mit gondoltok Széknek, mi lehet a román megfelelője. Hát jó gondolkoztok, mert az Skaun kellene ugye legyen, az jelenti egy az egybe azt, hogy Szék, de hát nem, nem a megfelelője. Hát miért is lenne az, logikát követve minek. A román megfelelője az Szik. De sokáig én is tévhitben éltem evel kapcsolatban, egy latin szóból ered, de én azt hittem, hogy a siculicidiumból, ami amúgy székelygyilkosságot jelent, hát ugye madéfali veszedelem, stb. De nem így van. A latin siculitas szóból ered, ami székelységet jelent. Úgyhogy innen jön az, hogy szik, hogy széknek miért tették a románok ezt, hogy szik, nem tudom. Normálisan scaun vagy valamilyen kellene legyen. Megint csak a kérdőjele. Nem tudom megmagyarázni. Még ők se szerintem. Most pedig már a Maros megyébe menjünk, Szarvaszóra. Nem a szarvasról kapta a nevét, sőt még köze sincs a szarvasokhoz. Pedig én is így beligondolva, vagy akármelyik embert megkérdezném, biztos azt mondaná, hogy jó, hát biztos egy szarvasról kapta. Hát nem. Van egy elágazó patak, aminek azt hiszem az a neve, hogy szarv. Az asszó szó az a vízfolyás időszakos jellegére utal. Minden esetre én megint viccesnek találtam, hogy a román tükörfordítás miatt megint egy sültelenség jött ki. Így még sem a cserv szó, sem az izvor szó, ami ugye cserv a szarvas, izvor a forrás, vagy ápe a víz, vagy valami, nem. Semmi erről nincs szó a tükörfordításban. Románul egyszerűen csak Szaraszó. Ezt direkt hagytam érdekességnek a végére, csak úgy, mint a most következő legutolsó település nevét. Bihar megyébe található, és a magyar neve Vércsorog. Hát egy cseppet ilyen hátborzongató, morbid. És szerintem vannak olyan emberek, akik nem erősen szeretnének oda költözni, hogy aztán megkérdezik, hogy honnan jött, és megmondja, hogy Vércsorogból. Vagy van szerintem olyan is, akik szerint menő lehet ez. Na de mivel már sajnos egy magyar lakosa sincsen, így nem erősen lehet evel büszkélkedni, vagy félve mondani, hogy én vércsorogi vagyok. Sajnos. Ez tükör sima fordítás, mert a román megfelelője így hangzik, hogy Vürcsorog. Na ez a román szó, faszikán, Vürcsorog. Renéztek a táblára, Vércsorog, ezt sem csak tudjuk lefordítani. Vürcsorog, jó, így ki tudjuk mondani, ez lesz akkor, ügyesen beírták, és így lett Vürcsorog. Amúgy a település, a nevét, azt ott a közelben lévő lillás, agyagos kőzetekről, amik valahol ott vannak a közelibe, arról kapta. Szóval semmi gyilkosság, semmi arból folyó vér, semmi vérzés nincsen a háttérben az eredetinek. A mai videóban ennyi fért belé, és arra kérnének titeket, hogy írjátok le nekem kommentbe, hogyha van nektek is ilyen település az eszetekben, amit tudtok, hogy mennyire vicces lehet a román fordítása, akkor írjátok le nekem. Plusz azt is, hogy szeretnétek ebből egy második részt, hogy még csináljak ilyen, mert még rengeteg ilyen település név van. És nyomjátok be ügyesen a csengőt a feliratkozás gomb mellett. Én Mr. Originality, azaz Csavika voltam. Tyúklá, bludlá mindenkinek, és szerztem!